csak nem 30 éve dolgozom itt a Szekszárdi Zenei Iskolában fuvolatanárként. Főiskolás koromban kezdtem gyakornokként a tanítást, és az első színpadi bemutatkozásom is abban az időben volt a helyi közönség számára. Nagyon sok növendék került ki a kezeim alól, és bizony a régen végzettek közül vannak olyanok, akik a mai napig játszanak a hangszereiken, és valamely együttesnek a tagjai. És nagy öröm számomra az, hogy a tehetséges fuvolisták között voltak olyanok, akik a zenei pályát választották hivatásul, és jelenleg ketten közülük itt a Szekszárdi, illetve a Szekszárd környéki zeneiskolában dolgoznak fuvolatanár kollégaként. Nagyon fontos a tanári munkám mellett számomra a koncertezés, az, hogy a minden korosztállyal, a közönséggel megszerettessem, megismertessem a komoly zenét, és ezért rendszeresen vállalok fellépéseket növendékeimmel, kollégáimmal együtt, megyei, városi rendezvényeken, óvodák, iskolák, civil szervezetek által kezdeményezett rendezvényeken, programokon, és tanári koncerteken igyekszünk megmutatni a tudásunkat, a művészi képességeinket, és itt egy kicsit példát is mutatunk a növendékeinknek és a szüleiknek ezáltal. Több mint 10 éve vagyok a zeneiskolának a tagintézmény vezetője, szakmai vezetési feladatokat látok el. Rengeteg munka, nagyon sok kihívás, célok megvalósítása, az a hosszú út, aztán új célok ehhez, és hát bizony nagyon nagy kihívás a jelenkornak való megfelelés, az elvárásoknak való megfelelés, de nem tudnánk ezt teljesíteni, és a kitűzött céljainkat megvalósítani akkor, hogyha nem állna mögöttünk egy olyan támogató környezet, szülői és partneri környezet, akikre minden esetben, minden programunk megvalósításánál számíthatunk. Vezetőként nagyon fontosnak tartom a hagyományos emberi értékeket, a kultúra átadását. Fontosnak tartom a tehetségeknek a felismerését, a tehetséggondozást, a zenei pályára való történő irányítást és egy olyan élményszerű oktatási kínálatot, ami a 21. században is megfelel. Nagy kihívás számomra és számunkra az, hogy a jövő nemzedékének a kialakulását nagy mértékben befolyásolja a technika fejlődése, és hát bizony néha nehezen értetjük meg a növendékeinkkel azt, hogy a hangszerismeretek a hangszerjártasság elsajátításához igen sok energiára és nagyon sok időre van szükség, és ahhoz, hogy olyan eredményeket tudjunk felmutatni. Szerencsésnek mondhatom magam, mert úgy gondolom, hogy az eddigi életpályám során sikerült átadnom azokat az értékeket a növendékeimnek, kollégáimnak, amit én fontosnak tartok. A zenei nevelés, a zene szeretetére való nevelés megjelenik a mindennapjaimban, a mindennapi munkámban, és az eddigi életpályámon elért eredményeim azt mutatják, hogy érdemes ezt a munkát alázattal és nagy hivatástudattal végezni.